Mindenki gyermek lehetett egy kicsit, mondhatni játszva tanulhattak a fehérváriak és a turisták. Történelmi időutazás vette kezdetét ugyanis vasárnap. Az egykori koronázó bazilika és a középkori romkert, valamint a magyar középkor történetéhez kapcsolódó programok várták a hét utolsó napján az ünnepre érkezőket a belvárosban. Hogyan készült a koronázó bazilika szentélyének egykori mozaikja, milyen anyagokból rakták össze, és mennyi maradt meg belőle, ezekre a kérdésekre is kaphattak választ a látogatók. Az egyik egy kézműves foglalkozás, amelyben az egykori koronázó templom 11. századi szentélyének a falmozaikját idézzük meg. Ez a mozaik szürke-fehér színű habarcsba készült, apró színes üveg és kő mozaikokból rakták össze, és még emberalakok is lehettek rajta. De a kézműves alkotáson túl a Szent István Király Múzeum társas játékra is invitálta az érdeklődőket a középkori romkertnél. Ez a táblára fel fókuszban a bazilika címet viseli. Ebben a táblás játékban az egykori koronázó templom, a nemzeti emlékhelyek, Székesfehérvár történetének egy-egy vonatkozó eseményével, információjával. Aki lemaradt volna a programokról, a Szent István Király Múzeum múzeumpedagógusai még két napon keresztül várják az ideérkezőket különféle izgalmas programokkal itt, a Nemzeti Emlékhelyen. A programban helyet kapott a szakmai tárlatvezetés is, és újra lesz kézműves foglalkozás, ahol a falfestménykészítés technikáját mutatják majd be.